Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ismét spoilerrel fogunk foglalkozni, hiszen ez a kedvenc témám mostanában, mert hát a játékban nincsen túl sok tennivaló. Bejött, és hát még nem jött be, de be fog jönni egyszer. <laughs> szóval lassan egy hete kering az a téma az interneten SSO körben, hogy lehet az SSO megcsinálja a harmadik generációs lipicait, és mivel a lipicaiak életében Magyarország egy eléggé fontos szerepet játszott, így szeretjük azt mondani, hogy a lipicai egy magyar fajta. Úgyhogy kíváncsi voltam, és azt mondtam, hogy minden lipicait meg fogok venni, amilyen játékba bejön. Oh, Istenem, hogy az este hogy rontotta el ennyire. Tehát, igen, bejött spoiler videóban, CC Creations-től, akinek a linkje a leírásban, illetve egy rögzített kommentben is otthon, hogy nézzetekre, kirakta a spoileres bemutatóját ennek a lónak, és hát, hát, nem lettem lenyűgözve, azt kell mondanom. Viszont nézzük meg, hogy miről van szó. Ez egy spoileres videó, úgyhogy ha nem szeretnéd magadnak lelőni azt, hogy mi fog érkezni a játékba, akkor ezt a videót nem ajánlom neked. Viszont mi eddig kezdjünk is bele, hiszen CC creations van egy intrója, amit pedig én nem fogok átskippelni, mert dolgozott vele. Oké, okay, szóval erről annyit kell tudni, hogy egyébként ezt az SSO spoileres le maguktól elsőnek. Szóval... Hát igen... Viszont azt meg kell mondani, hogy egyébként ez nem egy végleges változat, tehát ezt még nem fejezték be, ami szerintem látszik is. Viszont már most innen mondja meg nekem, amelyik megcsinálta a modellt, milyen lipicait látott életében. De most komolyan, én halál, halál komolyan kíváncsi vagyok rá, hogy a nyolc darab. Nyolc darab van. Most alfajnak fogom mondani, hogy tudom, hogy nem ez a hivatalos megnevezése, viszont szeretném konyhanyában elmagyarázni. Szóval mondják meg nekem, hogy a nyolc alfajból melyik lovat látták, ami erre hasonlított? Mert hogy ez úgy néz ki, mint egy hidegvérű. Tehát én értem azt, hogy a lipice az leginkább egy kocsiló, de nem egy hidegvérű. Tehát, hogy ez úgy néz ki, mint egy töltött galamb. Hát, hogy lehet így megcsinálni egy csúrú Hát, hogy néz ez ki? Hogy csinálhatál -e meg ilyen csúnyán? De nem, a fej az nagyon szép. Esküszöm, hogy ezt nagyon jól átalátok. de mi, mi ez a hát? Mi ez a hos? Mi, mik a lában. Nem, nem értem. Segítsen valaki, mert ez, ez nem jó. Valami nem jó. De tényleg, most már... Azt kell mondanom, hogy a lipici tenyészet leginkább szilvásváradot ismereditek, hiszen ők a nagy ménes gazdaságunk. Na most szilvásváradon is egyre inkább megyünk a sportosabb irányba, tehát ezek a régebbi, barokkos, kicsit hidegvérűsebb lovak, ezek már kezdenek kihalni konkrétan. Most már ez a nagyon sportos, olyan melegvérű, valami vibe adó lovak kezdenek feljönni, és azok mennek egyre jobban de viszont tudok több embert mondani Magyarországon, és egyiknek sincsen ilyen lova, és szerintem, ha ilyen lovai lennének, hát késbe dőlne. Hát ezek után megláttam, hát én is késbe dőlnék. És nem is tenyésztem ezeket a lovakat, és minden nap köztük vagyok. De nem tudom, hogy mit nézett az SSO, de hogy valami nem jó. Tehát lehet, hogy a Persalonnak a képét fönhagyták egy lipicai feje mellett, és akkor, ha, furcsa, de megcsináljuk. Te nem tudom, mi történt, de hogy, de hogy adj, adj, adj rém, hát ez. hogy néz ez ki? <laughs> Nagyon sajnálom. Egyébként általában én elégedett szoktam lenni a modellel, de hogy ez így most mi. Nem, nem, nem Adjunk neki egy esélyt, jó? Adjunk neki egy esélyt, lesznek itt még nagyobb problémák is. <laughs> szóval a lépés az egyelőre. egyébként valamennyire jó. Amennyi reakciót láttam már, tudom, hogy a lépés az mindenkinek egy kicsit problémás de szerintem, hogyha megcsinálják azt, hogy az első láb ne akadjon konkrétan, akkor ez még jó lehet, hiszen pillangó az eléggé szeret így menni, egy kis vadállat, és most egyébként pillangó pont jól jön, mondjuk egy konverzánó, de jó lesz az is. Tehát szerintem amúgy a lépés az jó lehet, hogyha megoldják, hogy ne így leessen konkrétan a ló, majd úgyis kinegyítom ezt, hogy miről beszélek most. Az ügetés szerintem tök oké. Okay. Tehát ezt most uh, harcoljatok velem, de szerintem tök oké. Okay. És innentől indul, ami szerintem eléggé egyhangú volt eddig, de ha már ültél lipicain, és láttál lépicét külsőleg vágtezni, akkor tudod, hogy ez amúgy egy tök jó vágta. Illetve talán még ezt is elmondanám, hogy még ez is egy tök jó lassú galop mert hasonlít. Viszont ez itt mi? De nem most én ezt teljesen komolyan kérdezem a készítőktől, hogy ez itt mi? Hogy néz ez ki? Láttak már Lipicait galopozni? Nem, nagyon, én lehívom őket, tehát mutatok nekik olyan 200 darab Lipicait Magyarországon, csak a személyes ismerettségeim miatt. Én nagyon szívesen megmutattam, hogyha nem találkoztam még, de még hogyha úgy van, külföldre is kiviszem őket, egyefene. Csak csináljál meg normálisra, mert hogy néz ez ki? <laughs> Amúgy most már ez a kis idézős mérgességem, természetesen nem egy játék miatt vagyok mérges, az úgy most már lenyugodott, és átmegy egy kicsit egy ilyen komikusabb valamibe, de hogy ez így mi? <laughs> Oké, okay, van egy hátrafelénk, ami Tök jó, mondjuk én hiányzom, uh, hiányzik nekem az, hogy egy olyan három lépés után induljon meg oldalra, föl-alá, menjen ágaskodásba, ez hiányzik, tehát ez nem fajta hű, de most mondjuk azt, hogy uh, akkor ez most így történik. Illetve van ugyebár az ugrásunk, ami kinda oké okay vágtába, Úgyhogy legalább nem spagettizik. Tehát, hogy olyan merevnek néz ki ez a ló hastájékon, hogy ez az elképesztő. Úgyhogy legalább nem spagettizik. Annyira. Á, ne! Nem hiszem el! Az egyetlen ló, aminél használhattak volna egy minimális sliding stepot. Sőt, még a lipiciaknál konkrétan földbegyökerezést is használhattak volna, mert még azt is meg tudják csinálni. De miért pont ezt az animációt? Miért? Hogy néz ez az, az animáció ki? Hát normálisak vagytok ti. Ah, istenem Jó. Na most ez nem egy ágaskodás. Ez vagy egy betanított alap levéd. Nagyon, hisz, nagyon bízok benne, hogy így mondják ki helyesen. Levad. Tehát most már mindannyian tudjuk, hogy ezt levadnak mondják angolban. Őszintén nem emlékszik rá, hogy magyarban hogyan mondjuk, úgyhogy levadnak fogom most mondani. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy az Istenért nem jut eszembe, hogy hogyan nevezik azt a mozdulatot, amikor a levegőbe. Mindjárt látni fogjátok, ha valaki nem tudja, hogy miről beszélek, és nem találtam meg hirtelen sehol, és nem is tudom hirtelen, hogy hogyan keressek rá normálisan. Úgyhogy most uh, csak órásként fogunk uh, róla beszélni. <laughs> szóval, az az egyetlen egy bajom, hogy ez. Ez itt ez nem ágoskodás. Az ágoskodás az az, amikor a ló a két hátsó lábára helyező súlypontját, az elével pedig az égbe, hát így uh, feláll két lábra. Ez egy levéd. Levad. Bocsánat. Tehát ez, ez nem ágoskodás. Egy lipicai nem fog neked így ágoskodni, egy lipicai úgy fog neked ágaskodni, mint minden más ló. Tehát ez, ez, ez nem egy ágoskodás. És őszintén, egyébként most bárki, te ne értse félre senki, nekem az a problémám, hogyha egy valóságban létező lovat szeretnénk, lekreálni a játékban, akkor legalább minimálisan hasonlítson már a valóságban lévő lóhoz, vagy mivel a, jó, a azt annyira elrontották, hogy konkrétan elé kellett írni, hogy ez a Jorviki fríz, így ez meg a Jorviki lipicai lesz, mert ezt annyira elrontották? Vagy most mi a terv, hogyha valami nem jól sikerül, akkor nem megcsináljuk, hanem, ja, hát ez, ez nem, nem lipicai, hát ez Jorviki lipicai. De most remélem, hogy mindenki érti azt a problémámat, hogy nekem nem azzal van a bajom, hogy elrontották, hanem azzal van a bajom, hogy nem fogják kiavítani. Hanem nagyon egyszerűen meg lesz oldva, hát ez a jorvikili kilipica, ez egy ilyen különleges fajta. Van rajta plusz 200 kiló, meg hát nem tud ágoskodni. Na mindegy, menjünk tovább, mert most már ezen csak idegesíteni fogom magam. Tehát gyönyörűen tud levadolni. Illetve hát itt van ez a felugrásos mozdulat, amiről egyébként beszéltem. Szerintem ez amúgy egészen oké, okay, bár ez a valóságban egy hosszabb folyamat, de oké. Okay. Ezt egyébként nagyon sok magasan képzett ló is meg tudja csinálni, például a Epona spanyol lovasiskolában, hogyha már voltatok bemutatón, akkor tudjátok, hogy az ottani lovak nagy része meg tudja ezeket csinálni, a levázsot is, levédet is. Illetve ezt az ugrást is meg tudja csinálni. Egyébként nekem erről a pont nem a magas iskolai jut eszembe. Például azért, mert nem bír keretbe menni, főleg nem galopban. Ez nem egy keret, de mindegy. De engedjük el, engedjük is el. Oké, okay, illetve hát speciális mozgásnak van ez a katonás ügetés. illetve hát láthatjuk ugye, hogy hogyan tud denszelni, az összes fun fact, az összes lobunk tud egyébként táncolni, hogyha a pénteken vagy szombaton oda a diszkóba és meggyomjátok a tánc gombot, akkor a lobot is táncol. Illetve hát ugye vannak ezek az állásban lévő animációink, ami egyébként szerintem tökre okék. Okay Megnézhetjük, hogy hátulról úgy néz ki, mint egy hidegvérű. Hála az égnek. És itt nagyon az, amire egyébként kíváncsi vagyok, én csak ezt a szürke verziót láttam meg egy pejt, ugye ennyit spoilerezett az esős, és kíváncsi vagyok, hogy milyen szőrszínek lesznek még, mert a Lipici az eléggé korlátozban színekbe, hiszen hivatalosan csak is három színben elfogadva, a szürke AK fehér, a pej AK barna, illetve a fekete van elfogadva, viszont Szlovákiában, azt hiszem, hogy Szlovákiában van egy sárga Lipicai tenyész main, aki elvileg hivatalos, de igazán nem fogadjuk el a sárga szint, tehát csak három színvariáció van belőle, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak ebből hatot vagy hetet kihozni. Na mindegy, egy, egy, egy szürkény már van, ez egyelőre fajta hű. Egyelőre. Mondom, hogy hidegvérűt csináltak ebből a lófajtából. Hát Svédországban nem tartanak lipicaiakat? Isten áldjon meg titeket. Oké, okay, van egy legyes szürkénk. Ezt is elszokták egyébként fogadni, mint uh, normális lipit. A nyakat eltalálták, hogyha így akkor akkor tök jól így lipicainak kinézne. Csak egy új testet kéne kiadni. Van egy almásderesünk. Egy ilyen enyhén almásderes. Még ezt is elfogadják. Oké, okay, van egy uh, durvábban almásderesünk még ezt is el szokták fogadni. Mondjuk ezek a lovak egyébként, ahogyan idősödnek általában kinövik a sötét almás derességüket. Tehát ahogyan öregedik egy ló, az úgy világosodik. Konkrétan olyan, mint hogyha őszülnének. Oké, kezdjük a legelején. Az lesz a legegyszerűbb. Na most a lépicéjak feketén születnek, tehát fekete szőrszínnel születnek. Ez fog később kivilágosodni. Na most az, hogy mennyivel később, ez általában mindig csikó függő, hiszen van olyan csikó, ami egy éves korára már tökre szürke lesz, és van olyan csikó, ami három éves korára fog kinézni úgy, mint ez itt a képernyőm. És igazániból volt egy három éves csikó, aki két évvel ezelőtt három éves volt, és pont így nézett ki, és akkor úgy, úgy voltam vele, hogy na hát, nekem ez kell, mert milyen szép különleges. Nem én vettem meg, hanem egy úriember, és azóta már találkoztam ezzel a lóval. Na, azóta olyan szürke lett, hogy konkrétan egy kicsit folt, egy kicsit lefekszik, látsz rajta mindent. Tehát, hogy azon egy darab almásderes folt sem maradt meg. Úgyhogy igazán hogy ez tök érdekes, hogy ezeket is belerakták, mert általában, amikor az utóbbi három szőrzetet nézzük, tehát nem, almás, ö, nem, a nem, az almás legyest, Szóval, hogyha az utóbbi három szörszint nézzük, akkor általában az így a kifehérítési szakaszuk. Nem tudom, hogy ezt így most értelmesen el tudom magyarázni, de hogy valahogy így kell belegondolni, hogy ez egy bizonyos lépcsőfok, hogy teljesen szürkék legyenek. Na mindegy, menjünk tovább, ez csak így, egy ilyen fun fact. Nem mondtam, hogy ez, ez igazán úgy néz ki, mint egy három éves csikó. Na mindegy. De most itt megállítom, itt látszik az egyik legjobban, hogy egyébként ez a ló, hogyha normál esetben lennénk, és nem ebben a csodálatos játékban, akkor olyan színe lenne, mint a fejének. Tehát, hogy ez így majd időben így ilyen szépen kimenne az egész testén. Jó, van egy sötétpej variációnk is, hát ezt már ismerem. Úgy néz ki, mint egy hidegvérű, pedig nem az. És hát van egy teljesen feketénk is. Persze, hogy egy kis csillaggal a fején, hogy ne. Oké, okay, és méretben, hát a sejör és a kezdőlovunk közé kell tenni. Úgy néz ki a lovak között, mint egy tank. Ahogy sikerült ezt összehozni. Aj, oh, édes is. Borzasztó! <laughs> Nem tudok ezzel micsoda szörnyen néz ki. <laughs> és hát a Jorvik... Nem erről hogy itt fogják árulni, tehát a Jorvik lovardában fogják árulni. Ami miatt kicsit szomorú vagyok, hiszen ha még a régebbi játékosok emlékeznek, csak akkor lehetett lipicaid, hogyha Epona meg volt nyitva. Ha nem volt megnyitva Epona, neked nem volt lipicaid. És, maxim... és lehetett csak egy szürke, egy sima szürke. És 950 eszébe fog kerülni, hát persze. Hát, hogy nem. Fúha, hát... Ö... Jó menet volt, mit ne mondjak. Nem tudom, én kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy nektek hogy tetszik. Akár tudjátok a fajtát ö... testközelből, akár nem, hiszen lehet, hogyha valaki nem ismerte a libicét, akkor egy tök szép ló neki. Tehát egyébként nekem úgy, mint egy olyan embernek, aki ezek között a lovak között van nap, mint nap, és ilyen lovat akart nagyon sok ideig. Hát ez, ez hát nem tudom kifejezni azt, hogy mit érzek egészen pontosan, de hogy úgy, ha lehetne, akkor kitépném a hajamat. Nem, borzasztóan néznek ki, tehát ez nem lipicai. Erről ennyit tudok elmondani. Hát bízok benne, hogy az SSO hallgatni fog azokra, akik ezek között a lovak között vannak, és kapni fogunk egy normális lipiceit, nem pedig egy hidegvérűt, ami egy Jorviki lipicei lesz. Minden esetre, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és végighallgattátok a kis récselésemet erről lóról. A legközelebbi videóban találkozunk, úgyhogy addig is, sziasztok!